A lélek és a szellem táplálása mellett a test egészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu Nagyon nagy szeretettel köszönjük a kedves nézőket, Önök a VNTV-t, Viva Natura televíziót láthatják, és más hangszeretett társalgás adássorozatunkban óriási végtelen szeretettel Spitzer Gyöngyi Somitát köszöntöm a stúdióba. Köszönöm, hogy meghívtál, és köszönöm, hogy kitetted az egyik kedvenc könyvemet, a 12-ből az egyik Gyöngyszemet, a Tiszta Szexet, mert hogy ennek kapcsán hívtál meg erre a beszélgetésre. Így van, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, mert tudom, hogy rengeteg programod van, és hogyha elsorolnám, hogy mi mindennel foglalkozol, akkor már az egyik adást be is zárhatnánk ezzel. Kis de túlzással. A legújabb témádra visszamenőleg, ami maga az új nő születése, annak bábáskodása, megtámogatása, nem csak egy elindult folyamat segítkezésében veszel részt, hanem te inspirálod ezt az egész újjászületést, tehát van benned egy olyan ősi energia, egy ősi női, vagy egy ősi szexuális energia, ami igenis megszólítja azokat az részeit az embereknek, mind a nőkben, mind a férfiakban, amit úgy hívunk, hogy libidó, amit úgy hívunk, hogy szexuális energia, amit úgy hívunk, hogy teremtő energia, amit úgy hívunk, hogy az élet, tehát reprodukáló újjá, teremtő energia. És te, hála a jó égnek, ezt nem is szégyelled, és rájöttél, hogy az őszintességnek, és ezeknek a tabu dolgoknak, és ezeknek a nagyon intim, nagyon titkos, nagyon diszkrét dolgoknak a felszínre hozatala, az rengeteg emberben felébreszti az erőt, a teremtő erőt, az energiát, a szeretetet. Hát megold. És nem kevesebbet terveztünk, igen, mint a szexuális energiát. Hogy miért olyan fontos ez, és akkor annak bizonyos tulajdonságait belevágunk. Jó, szexuális energia, én már párszor kérdeztem tőled, hogy neked honnan van, meg hogy van, meg egyebek, de most így beszéljünk általánosságban is róla, kérlek, hogy miért ilyen fontos ez, és akkor szépen megyünk sorba, ami jön. Ahogy beszéltél, eszembe jutott a Austin Powers Aranyszerszám című film, láttad? Ahol a libidót monyónak nevezték, és ugye arról szólt ellopták az egész film, hogy igen, ellopták, eltűnt a főhős monyója, aki mindaddig, amíg megvolt a monyója, egy vitális, vagány, ötletekkel teli, kreatív pasas volt, és utána pedig egy ilyen búvalbélelt, már-már depresszív zombi, és tulajdonképpen ezzel mindent el is mondtam a libidó lényegéről, és itt még egy, mondjuk úgy, hogy kultúrtörténeti érdekesség, hogy Jung és Freud barátsága két dolog miatt szakadt meg. Az egyik pont a libidináris energián való vita, mert hogy Jung, aki ugye egy nyitott, sokkal nyitottabb spirituális pszichológus volt, ő azt mondta, hogy ez nem csupán a szexhez köthető, tehát magához, az actionhöz és a szexuális élethez köthető energia, hanem minden a szexuális energiából sublimálódik, ugye így mondja a klasszikus pszichológia, tehát alakul át. A vitalitás, a kreativitás, a munkába tett ötletek, az összes invenciót, de még az emberi kapcsolatok, a barátság, a szeretet, stb. Tehát minden ebből alakul át, és ez teljesen megegyezik a keleti úttal. És hát ugye nem kérdés ezután, hogy a vallás miért pont a szexualitásra tette a bélyegét rá, miért arra nyomta rá a nagy plecsnit, hogy bűn. Hogy ez végtelen nagy bűn, és aki ebbe belemegy, akkor az az ördöggel cimborál. Emlékszem, jó pár éve olvastam a Coelho életéről szóló A mágus című jó vastag, nagy, izgalmas önéletrajzi, életrajzi könyvet, ahol elmondja a riporternek, hogy ő egy ilyen vallásos iskolában lett fölnevelve, ahol kiskamaszként ugye őket papok tanították, és elmagyarázta nekik a pap, hogy srácok, ilyenkor hát lesz egy érdekes dolog esténként a testetekkel, ami eddig nem volt, de aki magától hozzányúl, és hát ugye elmesélte a maszturbálást, akkor az örök kárhozat fogja lesz. És leírja, hogy ő kiskorában rengeteget gondolkodott azon,
hogy örök kárhozat, tehát hogy nem 500 évig fő az üstben, vagy 5000, vagy 5 millió, hanem végtelen ideig, és hogy ez mennyire megnyomorította őt is. És aztán nyilván, hát ő is olyan ember volt, aki a sérüléseit tette tőkévé, hiszen abból lett aztán egy csomó kreativitása, vagy kidolgozott, vagy kiírt könyve gondolata, gondoljunk akár csak a 11 000 vesző, azt mondom, az a címe, már rég olvastam, mindegy. Szóval egy csomó könyve meg gondolata abból lett, hogy meggyógyítsa azt az egykor sérült kisfiút, és hogy azt gondolom, hogy azért fontos, hogy erről beszéljünk, mert mi vagyunk az a generáció, tudod, nekem az a mániám, hogy mi hit generáció vagyunk, és én ebbe belesorolom a most aktív, nagyon nyitott baby boomereket is, leginkább minket, az X-eseket, és az Y-osokat, mert ugye még az utána levők, azok még gyerekek, az Z vagy alfa generáció, tehát mi vagyunk a felnőttek, legfőképp az X-es és Y-os, akik megyünk át egy hídon, tehát hagyjuk itt magunk mögött azt, amit már nem kérünk, egy régi világot, ami bomlik le és esik szét, beleértve a szexuális tabukkal, meg rátapadt összes szégyennel, bűntudattal, és megyünk valami fele, de az még nincs kész. És hogy mi vagyunk az a generáció, akiknek pont a nyakukba ömlik ez a rengeteg, hát most nagyon nyersen mondom, szar, amit az előző generációkból feldolgozatlanul már csak transzgenerációs vonalon hoztunk, és akkor még nem veszem be a lélekútját, az előző életeket, vagy semmi más, hanem amit a tudomány is bizonyít az epigenetika által, hogy bizony az ősök traumái itt vannak bennünk, és én pontosan tudom, hogy a nagymamáim milyen lefolytásban voltak, mert én meg is kérdeztem a apai nagymamámat, az anyámat meg szintén sokat faggattam, aki meg az ő anyját, szóval beszélhetnék arról, de tudjuk jól, hogy az a generáció az mennyire le volt nyomva, le volt folytva. És hát most isztuk ennek a levét, mert ugye minden, ami az arany középtől egy picit eltávolodik, tök mindegy milyen irányba, ott nyal, úgy mondják, hogy visszanyel a fagyi, tehát jön a másik véglet, ami most jelenleg nem más, mint hogy a világon a legtöbbet nézett internetes oldal a pornó, ami azt jelenti, hogy az emberiség körülbelül a kamaszkoránál tart, mert egyébként kinek érdekes folyamatosan ezt nézni, hogy jaj, mit hova raknak be. Hát egy 10-20 évesnek még, ha nagyon elfolytott a 30-as évei eleje belefér, de azért az már, ha normálisan éli a saját életét, már annak is uncsi, egy 40-50-esnek, meg pláne unalmas, tehát ki a frászt érdekelt, ez gyerekeknek izgalmas. De hát itt tartunk, gyerekek vagyunk, tehát a gyerekségből növünk föl, mert nekünk folyamatosan megmondta, nem tudom, kommunizmusapu, rendszerapu, vallásapu, hogy mit szabad és mit nem, és csap a kezünkre, és meg leszünk büntizve, hogyha nem úgy csinálunk valamit, ahogy ők gondolják, úgyhogy nagyon komoly felelősség van rajtunk, hogy segítsük önmagunk, és hát embertársaink és gyermekeink felnővését. Örülök, hogy említetted Freudot, mert hoztam egy idézetet, amit Feldmár András tett ki, nagyon szeretem az ő megosztásait, a könyvedben, a Tiszta Szexben te is idézel tőle, mert nagyon-nagyon rátapint, nagyon a legmélyére és nagyon a lényegre. Mi van, amit szerettek tőle, nem mindent és fogadok el, de hát ez rendjén minden, való de mert sok minden az igen. Ő megéléséből fakad. Igen. Azt mondja Feldmár András, hogy a szexről mindenki hazudik. Freud egyszer azt írta, hogy a szexualitás világában nagyon rossz az időjárás, állandóan köd van, és semmit nem lehet látni. Rájött arra, hogy a szexről mindenki hazudik. Vagy azt hazudják, hogy nem szexelnek, vagy azt, hogy szexelnek, vagy arról hazudnak, ahogyan szexelnek, de tulajdonképpen nem lehet elhinni semmit, amit mondanak. A szexualitást kutatják kérdőívekkel, interjúkkal, de Freud egyáltalán nem bízott ezekben. Az emberek hazudnak azzal, amit mondanak, és azzal is, amit elhallgatnak. Hát ez abban a korban biztos, hogy így volt, de most már azért ez azért hál' Istennek sokat változott, és egyre több tabu döntögető és nagyon őszinte hát, ember beszél a szexről nyilvánosan, sőt, hát én tudok olyan bloggert is mondani, aki egyébként ettől a könyvtől inspirálódott, az ébredőszexualitás.hu bloggere, a Poli Lili, aki abuzált nőként, tehát ő nyilvánosan elmondja, hogy ő abuzált nő volt, ezt elolvasta, és azt mondta, ja, ezt így is lehet, ilyen szabadon, ilyen tisztán, ilyen őszintén, ilyen szégyentelenül, és utána lett szexblogger, és elképesztő az a nyitottsága, hogy na, ő aztán belecsap a lecsóba, tehát ezáltal gyógyulunk mindannyian. Amiről szeretnék nagyon beszélgetni veled, az maga ennek az energiának a természete.
és kérdeztem tőled adás előtt, hogy láttad-e a Nymphomaniás című filmet. Igazából ezt pornófilmnek apostrofálták, úgyhogy én most itt nem fogok ilyen ajánlatot tenni a nézőknek. Viszont maga, hogy ez a szexuális energia, ha azzal mi nem jól bánunk, ha elfolytjuk, ha túlságosan elfolyatjuk az életenergiánkat ezen keresztül, semmiképpen nem jó, és olyan szinten uralni fogja az életünket, hogy kezelhetetlenné válik. És egy tanulságát hát szeretném elmondani, mint egy heroin függés. Hogy amikor meg valakit mondjuk meg kell zsarolni, vagy ki kell szedni belőle információt, vagy ki kell nyomozni valamit, akkor ha megtalálod a szexuális gyengéjét, abban a pillanatban azonnal mindent elárul. És ez nem feltétlenül pozitív, hanem gondolok arra a nagy botrányra is, ami most is van, amikor bizony olyan módon történik a szexuális energiának a felhasználása, kiélése, ami nagyon sok embernél kiveri a biztosítékot, elfogadás és mindenféle kegyelem nélkül. És erről beszélgessünk, Soma, a szexuális energia-e az Úr? Hát a szexuális energia az Úr, még annak is az az Úr, aki azt gondolja, hogy nem az. És erre is mondok egy példát, mert hogy erről írtam is a könyvben, én magam is tanulmányoztam, nagyon izgatott, a saját magam megszelídítése is, mert azt gondolom, hogy én tényleg átlag fölötti libidót kaptam, ami egyrésztről áldás, de ezen a duális poláris bolygón, mint tudjuk, mindennek úgy szokták mondani, hogy férjem előnye a hátránya, vagy feleségem hátránya az előnye. Szóval, hogy igen, tehát én szerettem volna ezt mindig is mederbe terelni, tehát nagyon régóta izgat a szexuális energia és annak a transformálása, szublimálása, irányítása. És akkor a példa, amit el akartam mondani, hogy milyen izgalmas, hogy Mahatma Gandhi, aki ugye most már az erőszakmentességgel azonosítjuk őt, hiszen ő volt az erőszakmentes létnek az egyik legnagyobb nagykövete, már szentje. 19 éves volt, amikor rájött, hogy hát teljesen leuralja az életét a szexuális energia, szinte állandóan csak a szexre tud gondolni, és hát abszolút spirituális és mélyen érző emberként azt mondta, hogy hát ez szörnyű, hát én nem akarom, hogy erről szóljon az egész életem. És akkor ő hozott egy nagyon kemény döntést, ezt a csapot teljesen elzárta, ugye az a kultúra, ahol fölnőtt, ugye a jóga az emberek mindennapos természetes mozgás, meg hát szellemi segítsége, eszköze volt. 4 gyerek után, mert hát ugye Indiában már 10 évesen apák lettek, 4 gyerek után, gondolom nagyon örült a felesége, közölte, hogy drágám, mától kezdve nincs több szex, mert én a szellemiségnek szentelem az életem, és hát azért egy 19 éves sráctól, ahol a tesztoszteron omlik ki a fülén, és éjjel-nappal áll a cerka, azért az kemény. Ilyen betörte magát, tehát saját magán vett egy hatalmas erőszakot, hogy ő aztán szabad legyen. De ez az óriási önerőszak valójában meg is határozta az életét, mert onnantól az erőszak mentesség lett a témája. És a végén ugye erőszakkal ölték meg, tehát bezárult a kör, lelőtték. Tehát az egész élete ott maradt tulajdonképpen, ha egyel föntebbről nézem, a szexualitás börtönében. Vagyis, hogy ennyire meghatároz minket, ha csináljuk azért, ha nem csináljuk azért, ha szublimáljuk azért, ha teljesen elfogyjuk azért, ha Teréz anyává válunk és lehasítjuk magunkról, mondjuk Teréz anyáról hallottam pszichológusokat beszélni, mint patológiai paletta, csak hát ő ügyesen transformált, ő ügyesen szublimált, ő olyan dologba tette bele, amitől kvázi még szenté is vált. És nem kvázi, hanem szenté vált, úgy töm szenté avatták, vagy boldogá. Tehát a lényeg az, hogy egy tiszteletre méltó személyé. No, tehát mit kezdjünk ezzel a nagy, hatalmas energiával? Tehát azt gondolom, hogy egy részét, ha csak nem tényleg ilyen vallási kiválasztottak vagyunk, mindenképpen meg kell élni. Tehát meg kell élni. És nyilván nagyon
ha az ember igazán felszabadul, nagyon, nagyon ébernek és nagyon bátornak kell lenni, és nagyon gerend a gyakorlat az, hogy hol van az a pont, hogy még nem sértek vele másokat, akár azt, akihez tartozom, mondjuk egy poligámiával, mert azért nem egyszerű egy szabad szexualitást fiatalon berakni egy monogám útra. Vannak kivételesek, akiknek ez sikerül, meg vannak kivételesek, akik meg is találják a társukat, de azért hozzáfűzöm, szerintem az emberiségnek nagyon csekély százaléka találja meg a másik felét, a társát. Nagyon elenyésző. Tehát én még 10%-ra se tenném. Szóval, hogy nehéz úgy csinálni ezt, hogy is mondják, hogy káposzta is, meg a kecske is. Igen. Meg legyen, hogy őszinte is legyek, hű legyek önmagamhoz, mert valójában egyfajta hűség létezik, az önmagamhoz való hűség is, minden más hűség ebből fakadhat csak. Tehát én azóta vagyok csak hű, amióta nekem ez úgy megy hűen önmagamhoz, hogy nem kell megalmat megerőszakolni. De akkorában nem voltam rá képes, tehát én csak 10 éve vagyok, szeptemberben volt 10 éve, hogy hű tudok lenni, hogy erre képes vagyok. Tehát én 24 évesen megismertem Gyurit, jó, hát volt 5-6 éve, amíg az ember szerelmes, meg családalapítás, és még 30 se vagy, és ott van a tényleg a kirobbanó fiatal erőd, és azt mondod, hogy egy életen át egy emberrel, azért az kemény, szerintem. És szóval visszatérve, hogy nagy kérdés, ez nehéz kérdés, hogy csináld úgy, hogy ne bánts vele másokat, de közben őszinte is legyél, önazonos is maradjál. Fú, hát szóval ember legyen a talpán, aki itt megtalálja az egyensúlyt. Viszont ha nem folytod el, és mondjuk eddig elfolytottad, és úgy döntesz, hogy na most ezt elkezded szabadjára engedni, kicsit többet megélsz, akkor tudod jól, hogy a szexuális energia az egy ilyen öngerjesztő folyamattá válik. Ó, drágám, a punci az a szer, aminek mennél többet adnak enni, annál léhesebb, ezt mindenki tudja. Oké. Okay. Meg is riasztjuk vele a férfiakat. Majd mindjárt lemegy a mosoly, mert ugye ebbe bele lehet halni. Tehát, hogyha te olyan szinten engeded ezt fölgerjedni, mondjuk felébred a kundalini energia, te nem vagy ezzel tisztában, hogy mi történik veled, és az elszabadul. Akár önégést is szenvedhet. Önégést, és ugye nem minden esetben növeli és hosszabbítja meg a szexuális élet az életet, hanem valamikor eléggé meg is tudja rövidíteni. Persze. Tehát ugye, mint a cigaretta, hogy minden zárt cigaretta, mit tudom én, egy nappal rövidíti meg, ugye a szexuális élet is egy ilyen lehetőség az életünkben, hogy ha nagyon sokat műveli valaki, akkor elfolyatja az élet erejét, viszont hogyha meg nem, tehát állandóan elfolytja, akkor meg azért rövidül meg az élete, mert akkor egyszerűen megrakad és megreked, és nem tud áramlani az egész életerő és életenergia. Persze. Nézzük meg a természetet, hogy a természet az igazából egy folyamatos orgazmusban van, egy folyamatos kiáradásban, egy folyamatos kinyílásban, nem depressziós, nem szomorkodik, nem bújik el, persze az állatok ugyanúgy ösztönlényből adódóan az életük mentésére megcsinálják, de ha a természet egészét nézed, viszont az ember meg nem ilyen, tehát az ember meg a folyamatos korlátok között él, ugye vagy ösztönlény, és akkor jönnek a bajok, szabadon megéli a dolgokat, vagy pedig ugye jön ez a nagyon sok korlát. Mennyire korrupt energia a szexuális energia? A korruptot úgy érted, hogy valamivel le tudjuk kvázi kenyerezni? Igen, illetve zsarolás eszközeként szolgál. Tehát nem tiszta energia, hanem pontosan, amit idéztem is, hogy azért hazugságok tapadnak hozzá. A vágy az nem válogat, a vágyat nem érdekli, hogy te házas vagy-e, a vágyat, a tavasz nem érdekli, hogy most te hogy vagy, vagy éppen mit tudom én, mennyibe kerül a fűtésszámla. Ő csinálja a maga dolgát, az élet csinálja magát, élteti saját magát. Könyvemnek az a cím, hogy tiszta szex, mert hogy az izgat, mm-hmm. hogy egyrészt hogyan tisztíthatjuk föl ezt az energiát, hogyan tisztíthatjuk uh-huh. meg ezt az energiát, hogyan nemesíthetjük ezt az energiát, amit egyébként, ahogy az előbb mondtam, generációk láncolatából mocskoltak be, és tettek tabuvá, és pakoltak rá rengeteg szégyen bűntudat, ezáltal rengeteg zsarolhatóságot és félelmet. És, tehát, hogy ma már azt gondolom, hogy a saját szexuális energiáink kibontása, kinyitása az egyik legizgalmasabb önismereti kaland, és egy
egyébként ugyanerről ír a Vörös Sándor az Út a teljességhez könyvében, nem tudom, szó szerint az idézetet, a vágyak idomítása fejezetben, hogyha a szexuális energiáidat elnyomod, kísértetként követnek, hogyha utánuk még, akkor fiadzanak, egyik a másikát szaporítja, és ha igába fogod őket, szánthatsz és aradhatsz velük, mint az örökké valóság maga. Tehát visszatérve Gandhira, vagy akár Mozartnak a nagy riválisára, a nagy zeneszerzőre, és sorolhatnám rengeteg példán keresztül, vagy akár a olimpikonokra, akiket ugye nem engedtek verseny előtt soha nem életet élni. Tehát egy évezredek óta izgatja ez az emberiséget, és nyilván csak oda fogunk jutni, mint mindennel, hogy ahogy az új lenyomatom egyéni, ez is egyéni, hogy én ezt hogy tudom felfedezni, megtisztítani, és inkább beszéljünk arról, hogy tényleg merre induljon egy ember, aki azt mondja, hogy na, hát én szeretnék nem csak életkorom szerint felnőtt lenni, hanem spirituális értelemben is felnőtt ember. Most egy felnőtt ember szerintem, hogy lehet lemérni a szexualitással kapcsolatban lévő felnőttségét, nem jön zavarba. Mert aki zavarba jön, abban zavar van. Akit még bármilyen szinten a szexualitással zavarba lehet hozni, az tulajdonképpen valami zavaros benne. Mert ezt természetesen kellene, hogy kezelnünk, mint a, nem tudom, alvásigényünket, vagy a gyomorban levő éhségünket. Tehát hol vagyunk még ettől, hogy ez teljesen olyan szinten természetesen kezdődik, mint hogy szomjas vagyok, vizet akarok inni, vágy van a testemben, szeretnék szeretkezni. Hát, érted? Ugye nagy különbséget teszünk a férfi és nő között, ugye, hogyha a férfi nem szexel eleget, vagy nem sokat, akkor az szégyennek minősül, viszont hogyha egy nő eleget szexel, ugye az is szégyennek minősül. Tehát teljesen ellentétes a kettő. Most volt nemrég az a rendezvényed, ahol 808 nő újjászületésének voltál a szemtanúja, vagy ennek a folyamatnak az útján egyengeted őket. Szeretnélek megkérdezni, hogy milyen volt a rendezvény, mi volt a tapasztalatod, és te hogy látod azt, hogy egy nő mégis mire figyelje jobban oda, amikor szexuális aktusokba keveredik férfiakkal, akár elkezd kiszabadulni ebből? Ugye az energetikánk másképpen működik, más a feladata egy férfinak, más a feladata egy nőnek a természeten belül, és hogy erről is egy kicsit. A lényeg az, hogy nagyon, nagyon nehéz nem szuperlatívuszokban beszélni a 808 nő teremtő ereje rendezvényről, aminek már most folyamatban van a 2026-os már 4-5000 nővel való folytatása, mert nem csak az egy dolog, hogy ott, nem csak az, hogy eufórikus, hanem olyan intimitás, egységélmény, összekapcsolódott erő, tehát elmondani azt, hogy milyen ezer nőnek fehér ruhában, egy szertartástérben, a művészet ezer eszközével, mert a művészet az hihetetlenül meg tudja emelni a rezgést, ugye itt zene volt, fények voltak, vizuál volt, össze volt kapcsolva a hang, a fény, a zene, tehát mint egy színházban ment a varázslás, tehát nagyon sok a szó jó értelmében hatásvadász, nyilván művészeti eszközbe volt vetve ahhoz, hogy ez a műfaját tekintve meghatározhatatlan, mert zenés, gyógyító, szertartás, szeánsz összevarázsolódjon, ahol elképesztő volt megérezni azt, hogy milyen erősek vagyunk mi nők, és hogy mennyire fontos, hogy mi most tudatosan kapcsolódjunk a saját méhünkhöz, mert ugye központi téma volt a tudatos méh kapcsolat és méh gyógyítás a saját szívünkhöz, és hát tulajdonképpen hogyan kapcsoljuk össze a szívet, az elmét, a szívet, a méhet, és kapcsolódjunk egymáshoz, és váljunk teremtővé, mert azt gondolom, hogy most az, hogy visszaálljon egyfajta új egyensúly, mert ugye kibillentünk a eddigiből, és egy új egyensúly felől megyünk, az javarészt rajtunk nőkön múlik. Ennek több oka van. Az egyik, jelenleg mi sokkal nyitottabbak vagyunk a belső munkára, mint a férfiak. Ezt millió egy kutatás igazolja, hogy a spirituális, pszichológiai önismereti könyvek 90 nem tudom hány százalékát nők veszik. Ilyen jellegű önismereti kurzusokon javarészt mi nők veszünk részt. Mi vagyunk azok, akiknek eleve mind a két agyféltekérben van az érzelmekért felelős agyi terület, tehát
eleve érzelmesebbek vagyunk, jobban megéljük az érzéseinket. És másrészt nekünk van méhünk, tehát az pedig a minden teremtés forrása, és minden bőség forrása, tehát minden teremtés itt születik. Tehát nekünk kell most sokkal tudatosabbnak lennünk, és a szexualitással kapcsolatban azt mondanám, hogy a nőkben a kollektíve, a férfiak iránt rengeteg fájdalom és harag van a generációk láncolatából. Egyrészt hát az abúzusok tömkelege miatt, tehát a nők egyharmada, körülbelül egyharmada abuzált, és itt nem csak szexuálisan, hanem verbálisan, hát még talán több is, verbálisan is hozzáveszed. Tehát a rengeteg abúzus miatt a nők érzelmi testében levő harag és fájdalom réteg a férfiak iránt hatalmas. Ezzel párhuzamosan, ha nekünk a harag és a fájdalom hatalmas, akkor nyilván a férfiakban mi hatalmas? Hát a bűntudat. A mai öntudatra ébredt nő, aki tör föl, mint a gejzér, az nagyon riasztó sok szempontból a férfinek. Plusz még itt van ez a bűntudat is. Hát ennek következtében 5 férfiből 3 lesz 65 éves most Magyarországon. Ugye 500 ezerből 300 ezer. És az első fő halált okozó megbetegedés a szívinfarktus, tehát a szeretetdeficit, szeretnek engem eléggé, én szeretek eléggé. A második halált okozó megbetegedés pedig a prostatarák, tehát az elég jó pasi vagyok-e, elég vagyok-e a nőmnek, ki tudom-e elégíteni a nőmet. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a két patikus ismerősöm, mert mindig faggató, hogy mi megy nagyon, Viagra-kamagra elképesztően megy, és a 20 éves fiúkák, öcsisajtok viszik, mert már ők rettegnek, hogy nem tudnak eléggé teljesíteni, hogy nem tudnak eleget adni. De tényleg nem tudnak szerinted adni már? Mert miért jut eszükbe? Vagy pedig tud, csak még fokozni akarja. Hogy ne tudnának? Nem. Ez a rengeteg félelem. És ez mind, ez megint csak, azt kell, hogy mondjam, ez megint transzgenerációs ügy. Igen. Ez megint transzgenerációs ügy, és pont ez a torzulás, hogy ha egy férfi sokat szexel, na az igen, ha egy nő, akkor az egy nagy büdös ká, ami mögött nyilván azért lássuk be, ott van az, hogy minden férfi tudni akarta, hogy az a gyerek, akit felnevel, az övé, és nem volt még fogamzásgátlás. Tehát azért az nagyon más élethelyzet, tehát meg lehet érteni azt is, hát minden okkal lett az, ami. Szóval megint csak ott tartunk, hogy nekünk kell kivakarni magunkat ebből az egészből, amit hoztunk magunkkal. Úgyhogy nekünk nőknek a nagyon-nagyon komoly feladatunk az, hogy saját magunkból a nagyanyánk, dédanyánk férfiak iránti haragját, rossz érzését és a szexualitásra szembeni hát mindenféle ott maradt lehúzó dolgot tisztítsuk. Hát a férfiakban meg igen, a kollektívben levő bűntudatot, elfojtásokat, az óriásénra növekedett egót, ugye, ami a patriarchális korszak miatt a férfiaknak nagyon nehéz most betette a kaput, tehát nagyon megnövekedett a férfi egója. És ráadásul mi egy macsó társadalomban élünk, tehát országos vezetés tekintetében is, tehát még mindig a patriarchális maradványok nagyon erősen itt vannak, az üvegplafon, ezt tudjuk, és ez mind-mind ott csapódik le a végén a szexualitásban, hogy a férfi azt érzi, hogy nem tud eleget adni, a nő pedig tele van frusztráltsággal, haraggal a férfiak iránt, és akkor itt megy hát a húzavona egymás között. Érintőlegesen, mert kiejtetted a szádon a hűséget, hogy egy pár mellett, vagy egy társ mellett. Nyilván, hogyha van egy ilyen monogámabb kapcsolat, az megnövelheti az élettartamot, hát hogy milyen minőségben, arról most ne beszéljünk. Beszéljünk inkább erről a szeretőzsdiről. Mondtad, hogy milyen nagy szerencs, hogyha valaki megtalálja a párját, de általában, hogyha valaki megtalálja a párját, akit nagyon szeret és nagyon tisztel, azzal pont nem éli meg az ő legmocskosabb elképzeléseit. Mert ugye tisztelem a másikat, és ugye általában itt jelenik meg egy olyan partner, akivel viszont ezt az elfojtásban lévő, örökösen elfojtásban lévő eltitkolt részt ki lehet élni. Erről neked mi a véleményed, hogy ez a tisztelet is, ami ugye maga a házasság intézménye, a közösen neveljük a gyermeket, egyfajta szűzi, tisztességes magatartás, nyilván van ennek jelentősége, nagyon fontos jelentősége van családi szempontból, de otthon az a bizonyos elfojtás, ami egy idő után robbanhat, és nem biztos, hogy
kultúrált módon kerül kivezetésre a kapcsolatban. Talán az Y generációra ez már nem jellemző, de a mi X-es, hát a baby boomerekről ne is beszéljünk, ott még nagyon. És egyébként pontosan ezt mondta Freud is, hogy kora férfiainak tragédiájának tartja, hogy széthasad a nő, a tisztességes feleség gyermekeim édesanyja, vagy pedig a rossz lány, de igazából őt kívánom, és vele csinálnék mindenfélét, kétfajta női archetípusra, amiről te is beszélsz. Ezt azzal egészíteném ki, hogy ez nem csak Freud korának a férfiainak, és nem csak a férfiainak, hanem a nőinek is alapproblémája volt, és itt megint visszakanyarodok a vallásra, ami tulajdonképpen két női archetípust jelenített meg. A szűz és a szajha kettősségében éltünk, tehát Mária archetípus volt a szűzen férhez menő lány, aki anya lesz, ő a jó, és ugye amit a különféle zsinatok által agyonmanipulált Magdaléna képé nyomorított női minőség jelentett a Bibliában, amiről ma már tudjuk, hogy mennyire nemhogy nem igaz, hanem hazug és sértő, és szóval tényleg Jézus első apostoláról, aki elsőként látta feltámadni őt, a szerelméről, úgy írni, ahogy a Magdalénáról leszajházva a Bibliában, tehát, hogy szóval tényleg a férfiaknak és az egyházi személyeknek is mélyen meg kéne hajolni a nők előtt, és bocsánatot kérni. Mert amíg ez nem történik, meg nem lesz egyensúly. Ugyanígy sorolhatnám a világ hány pontján, amikor földeket vesznek el egy országtól, és nem hajolnak meg, és nem kérnek bocsánatot, és nincs elég tétel, vagy mint Amerikában az amerikaiak, az indiánok előtt meghajolni és bocsánatot kérni, sorolhatnám. Szóval, hogy sok meghajlás és bocsánatkérés kellene ahhoz, hogy egyébként az elakadt szexuális energiák a világban méltó helyükre kerüljenek, és tisztává váljon a szex, hogy megint visszakanyarodjak a fő témánkhoz. Tehát a szűz és a szajha kettősségébe széthasadt női hazugságból is ki kell magunkat vakarni, és most itt viccesen elütöm ezt a sok komolyságot egy nagyon kedves kis mondással, szopok, főzök, gombot varrok, tehát, hogy minden ott van egy nőben, érted? Tehát, hogy persze, hogy ott van bennem, ha kell az a gyermekeid tisztességes anyja, meg az a huncut kislány, aki imádja az orális szexet. És ez baromira a mai nő feladata, hogy egybe gyúrja, mert a nagyanyám még nem gyúrta egybe. Ő még nem tudta. És erre is van egy nagyon édes sztorim, aki már hallotta, annak uncsi lesz. Ószthétes telepre jártam le 10 éven át, ez az ország egyik mély szegénységében élő roma telepe, és hát nem 10 év, de majdnem 10 évig, igen. És ott volt nekem egy hímző asszonyköröm, ahol hát a romáknál egy 64 éves nő már idős nőnek számít. És ott egy ilyen idős hölgy mondta, amikor a szexualitásról beszélgettem velük, mert hogy megkért a Bódis Kriszta, hogy beszéljek nekik a fogamzásgátlásról. Mert egyébként igen, döbbenetes látni, amikor 17 évesen 4 gyereke van valakinek nyomorban, egy döngölt földpadlós, egy szobás putriban. De ő is hát nyilván már a fogamzásgátlásról beszélsz, akkor persze, hogy a szexről beszélsz. Kíváncsi gyöngyike, meg valahogy betévedt a orális szex zsákutcába. És hát teljesen kiakadtak ott a roma asszonyok, a fiatalok, az idősek egyaránt, és a végén a 60 akárhány éves idős nő megszólalt ilyen rekettes hangon, és azt mondta, hogy drága somám, azt mondd meg nekem, hogyha én ezzel a számmal bekapom az uram, hát utána csókoljam meg ugyanazzal a gyerekeket. És akkor így meglepődtem. Hát igen, hát azzal, tetszik tudni csak megcsokolni a gyerekeket is. Ez az egy szánkban, mindenre ez az egy. Tehát hát ez csak egy példa arra, hogy igen, a fizikai szinten ilyen ide, hát ide infantilizálódott le az egész lehasadt szexualitás. Hozzunk be egy kis evolúciót a szexuális fejlődésbe. Ugye kezdődik talán egy ilyen fajfenntartó ösztön, amikor még az emberek elég tudatlanok, és tényleg szexelnek, hogy legyenek utódok, stb. Nem is tudják, lehet, hogy mit csinálnak, jön az magától. Aztán ugye haladunk egy kicsit tovább, ilyen fejlettebb gondolkodóba már, ugye már kialakulnak szerelmeskedések, vagy a szeretet tudatos kifejező eszköze. Aztán jönnek az ilyen eltorzult aberrációk, amikor már ilyen perverziók vannak, és úgy
visszafoghatatlan vágyként élnek meg dolgokat, és egészen menjünk el az unió misztikáig, ami már egy olyan fajta egyesülése, olyan magas tudatossági szinten lévő egyesülése, vagy spirituális egyesülése férfinek és nőnek, amiről te most már beszéltél ebben a beszélgetésben, amikor megtalálja valaki az igazi párját. Hova tud ez eljutni? Hova tud emelkedni a szexualitás? Gondolod, hogy az út feltétlenül benne kell, hogy legyen, hogy nem tudom, hogy fejezted ki perverzió, mocskosság? Nem, ez csak ezek ilyen jellemzők voltak, nem. Tehát, hogy nem kell végigélni. Hogy nem feltétlenül kell végigélni. De gondolom nem hiányzik. Meg ugye nagyon, tehát kérdés az, hogy mi az, hogy perverzió. Tehát, hogy azért ez nem egy gerenda gyakorlat, hanem egy igen széles mesdje, és azt gondolom, hogy mikor azzal, amit teszünk, nem ártunk senkinek, tehát sem a másiknak, sem magunknak, és senkit nem erőszakolunk rá olyasmire, akár manipulációval, amit ő nem akar lelke mélyéből, akkor az bármi is legyen, lehet fura, de talán a pervers szóhoz már egy ilyen beteges vagy torz negatív minőség is tartozik. Szóval visszatérve, hogy hova lyukadhat ki az, amikor érosz, filia és ágápé együtt vannak, hiszen tudjuk, ez a szerelem három arca, az érosz, amikor a kémia megvan, a test szerelme, a passzent, ahogy a tiszta szexben írom, hogy pontosan abba a kulcslukba, pont az a kulcs való, mert aki azt gondolja, hogy nem számít a méret, az be van szívva, vagy be van rúgva, vagy mind a kettő együtt, vagy valami más tudatmódosító, vagy nagyon szerelmes. No, tehát amikor az érosz, a test szerelme, a filia, az érzelmek szerelme, és az ágápé, a szellem szerelme egyben megvan, és találkozik egymással két ember, és egybefor, valójában ez a tantrikus szex lényege, a tantrikus templomok falán szerelmeskedő pár, ahol Isten, azaz Iste, én vagyok, a yin és a yang, az anima és az animus, a két fél, a plusz és a mínusz egyé válik, és abban benne van tényleg minden isteni, az Isten a maga képmására formált emberi teljessége, ami... Hát aminél talán, nem is tudom, van-e több. Talán az, amikor már nem kell a testet sem használni hozzá, nem tudom, ez csak még ilyen elképzelés, lehet, hogy ezzel kecsegtetem magam idős koromra, csak eszembe jut azt, hogy vajon az, amikor Gyurit megismertem, és úgy is írtam, mert a naplómba külön annak volt egy naplója, hogy világszerelem napló, mert én tudtam, mi tudtuk, hogy megtaláltuk egymást, hogy mi nagyon sok életünk óta keressük egymást, és hogy ez egy olyan áldott inkarnáció, egyébként Korcsmáros Magda asztrológus meg is csinálta a képletünket, és mondta, hogy ez egy nagyon szerencsés inkarnáció, hogy mi, így mondta Magda, hogy ez jutalom, ez jutalom utazás, ez jutalom üdülés, jutalom falat nektek ez az inkarnáció. Szóval, és tudom, hogy ez nem érdem, ez nem azért van, mert én nem tudom, valamit jól csináltam most itt, de hogy is ez sors, hát ez dobta a gép, mondjuk így. Szóval, hogy ha azt a csodát, ami nyilván az a berobbanó szerelemmel, ami azóta újra és újra megújul, végig gondolom, hogy micsoda ajándék, vagy azt végig gondolom, hogy milyen elképesztő ajándék az, amikor egy-egy csoportban, akár itt a 885 teremtő ereje rendezvényen, akár a kurzusaimban, táboraimban olyan magas rezgésre kerülünk, hogy konkrétan teljes egységélményt élsz meg. Tehát volt olyan foglalkozásom például, nagyon egyszerű gyakorlat, 108-szor végig mondtuk az ómot. De már ez mondjuk a harmadik, negyedik nap volt, tehát akkor már elég magas rezgésen voltunk meg, akkor már nagyon sok kapcsolódás volt, tehát klassz kis csoport, szerettük egymást. És olyan magas rezgésbe kerültünk, hogy aztán lefeküdtünk a földre, de úgy, hogy mindenki ér, valakihez hozzáért, kezéhez, lábához, tehát hogy azt se tudtam, hogy hány emberem van a kezem, a lábam. Tehát egy testként feküdtünk a földön, és ahogy elkezdtem irányítani őket, hogy egyszerre lélegezzünk be, és egyszerre lélegezzünk ki, és a végén azt érzed, hogy 20-valány emberrel úgy lélegzel együtt, és vagy együtt, hogy nincs én határod, és hogy mindenkit ugyanúgy szeretsz, és mindenki te vagy, és hogy ezt a szintű szeretetet, ezt az ágápét és filiát egyben, inkább azt mondanám, hogy filia, tehát ezt a filiát, ezt a középpontból lélekző egységélményt
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez van olyan nagy élmény, mint akár találkozni az életed párjával, akivel csodálatosakat szexelsz. Le tudja csillapítani ez az élmény ez a szexuális energiát? Igen, ezt tudja finomítani. Ezt tudja finomítani. Ez például egy fantasztikus transformáció. Tehát amikor megéled azt, hogy nem csak a nemi szerveid által juthatsz el abba az egységélménybe, meg mindabba, amit egyébként a szexualitás ígér, mert a szexualitás egy olyan, ha az minőségi, és az azt jelenti, hogy megjelenik benne a kontroll nélküli állapot, amikor azt mondanám, hogy szelel a lélek, vagy végre pihenhet a lelked, végre kinyújtózhat, és végre otthon lehet a világban, mert állandóan ebben a pörgésben, ilyen maszkokkal teli szerepjátékban nagyon elfárad az ember az állandó kontrollban. És ezért kellenek a drogok, ezért kell a sex and drugs and rock and roll, yeah, feeling, you know what I mean. Mert akkor legalább kimegy a kontroll, és tudsz pihenni. És ugye milyen fontos ez a testi érintés, nagyon sokan ugye kisgyerekkorból adódóan a testen keresztül tudják magukat megnyugtatni. Ez is egy nagyon fontos szempont, nem sokat beszélnek erről, most nem a cumira gondolok, meg egyebek, de ezek végül is a ritmikus mozgások, anya megölel, akkor ott alszok valaki mellett, ugye ez nagyon pici kortól egy egészségesen, viszonylag egészségesen nevelkedő gyermek már hozza ezt magával, hogy ugye ugyan egyfajta lenyugvás, és hogy nem mindig csak a szexualitásnak, az érintésnek nem mindig az a célja, hogy egy hatalmas katartikus extázist érjünk el. Hát önmagában ez a digidugi uncsi is egyébként intimitás nélkül. Hogy még egy utolsó részéről beszéljünk arról, amikor ugye az agyat az agymenés leállítja. Tehát, hogy a szexualitásnak egy nagyon szép előjátéka ez a katarktikus izgalomban lévő rész, de ugye mégis a csúcspontja az mégiscsak valahol az agynak az elcsendesedése, a gondolkodás leállása. Na, de... és akkor már ott vagyunk a meditációnál, megint csak a spiritualitásnál és az önismeretnél. Somita, én nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon sok mindenről nem tudtunk azért nyilván beszélni, de ez a könyv, amit lehetett belesűrítettünk. Ebbe a könyvbe annyi minden benne van, és annyira inspiratív, és annyira tud segíteni azoknak is, akiknek problémáik vannak. Igen, ez egy gyógyító könyv. Nagyon sok visszajelzés jött róla, hogy gyógyító. Akik benne vannak a bűn lélektanába süllyedve, és tényleg egyfajta, tehát én mindig, és ebben egyébként dr. Egeli Györgyel értek nagyon egyet, ő is mindig a természettől lesi el a praktikákat, hogy a természet mit csinál, hogyan él, és ha csak azt nézzük, akkor azt gondolom, hogy a könyvedben foglaltak teljes mértékben összhangban vannak azzal. Én nagyon egy szeretettel ajánlom, és köszönöm. nagyon hálásan köszönöm. Én köszönöm. Amit csinálsz, hogy vagy, hogy az energiád már minden határon túl elér, és körbeölel minket, nem csak lázít, nem csak ébreszt, hanem van egyfajta védelem, egy biztonság. Hát köszönöm szépen. És ezért jó az, hogyha valaki olyan segítőt választ maga mellé valaki, aki érti is, és átélte, megélte ezeket a dolgokat, mert ott igazán biztonságban érezheti magát. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm. És örömteli szerelmet, szexualitást és önmagunknak levést. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálunkon láthatják. Viszontlátásra! A lélek és a szellem táplálása mellett a testegészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu